Befejeződtek a dél-itáliai Bari mellett kezdődő G7 csúcs biztonsági előkészületei. Idén Olaszország a G7-ek soros elnöke. Csütörtöktől szombatig látja vendégül Kanada, Franciaország, Németország, Japán, az USA és az Egyesült Királyság vezetőit. A biztonságért felelős műveleti központ igazgatója mondja, hogy a magasan fekvő pontokról mesterlövészek állnak készenlétben, a közeli partok vizeiben pedig rendőrbúvárok cirkálnak. A rendőri és katonai egységek közös irányító központja azonnali kapcsolatot nyújt a biztonsági szerveknek. A G7 csúcs résztvevői közül több vezető támogatottsága gyengült az európai parlamenti választásokon. A találkozó legfontosabb témái között szerepel a geopolitikai feszültségek idején a gazdaság stabilizálása, a menekültválság, a globális felmelegedés és a mesterséges intelligencia jelentette egyelőre megoldatlan kihívások kezelése.